Sziasztok! Ma este is egy aktuális témán szeretnénk körülvárni a jövő heti Emisztberendszeri Fórumesthez kapcsolódóan, mégpedig egy egészen konkrét, igen, gyakori emésztési panasz egy bizonyos részét. Ez pedig legyen mondjuk a puffadásnak a kérdése, amit túl a múltkori különböző szakorvosi kivizsgálásokon felül konkrétan úgy érintenénk, hogy ha mondjuk a puffadást abból a szempontból nézzük, hogy mondjuk bélgázok termelődésével is együtt jár ez a panasz, akkor az esetek többségében egész biztosan az emésztetlen keményítőre utal. Tehát, hogy valamilyen okból kifolyólag a keményítőnél emésztődik maradéktalanul a vékony béleg ugye az érintett területén. Ez azért egy fontos dolog, mert a keményítő emésztéséhez, ahhoz nem csak a hasnyálmirigyünk által termelt emésztő enzimek, ugye amit ezen belül az amiláznak hívunk, jár hozzá. Érdekes módon amúgy jelen pillanatban az ember abban a különleges helyzetben is van, hogy némi amiláz, tehát keményítő emésztő enzim, az a szánban a nyáron keresztül is kiválasztódásra kerül. Tehát nem csak hasnyálmirigy által termelt amiláz szükséges a keményítő emésztéséhez, hanem a barátságos vékonybél baktériumok által termelt különböző egyéb ilyen bakteriális enzimek, mint például a galaktozidáz vagy a glükozidázat ide tudunk kapcsolni, tehát amit nagyon nehéz mondjuk enzim készítmények formájában pótolni. Ez azért fontos, mert valahogy így szokott az kinézni, amikor valakinek puffadással, bélgázokkal együtt járó emésztési panasza van, hogy ugye elfogyasztanak ebben az esetben a kivizsgálásnál valamilyen mennyiségű keményítőt, majd nézik, hogy ez semmilyen vércukor változást nem idéz elő, amiből ugye arra következtetünk, hogy nem emésztődött meg, azaz nem szívódott fel a keményítő. A puffadás vonatkozásában is ide kapcsolódóan, ami egy másik nagyon fontos téma, az ugye a különböző bélgombáknak az esetleges jelenléte, és én most itt szándékosan nem csak a kandida gombát érinteném, és tőlük ritkán szokott ilyen elhangozni, hogy kandida étrend és ehhez hasonló számukra egy kicsit túl általános megközelítések. Amiatt viszont nagyon fontos emésztetlenség, általános emésztetlenség, vagy ezen belül emésztetlen keményítő kapcsán a bélgombákról beszélgetni az az, hogy az emberi sejtekhez hasonlóan a bélgombák, beleértve a kandidát, mitokondriummal rendelkező élőlények. Tehát ugye a sejtjeiken belül, ugye az eukarióta sejteken belül ott van már a mitokondrium, ami azt jelenti, hogy a mi sejtjeinkhez hasonlóan őket nagyon nehéz, vagy tulajdonképpen lehetetlen úgymond kiéheztetni, hiszen nem csak szénhidrátforrásokat igényelnek, mint például a baktériumok, hanem némi zsírral, vagy akár ugye emésztetlen fehérjével is nagyon jól túlélnek, el vannak az emésztőrendszerünkben. Az természetesen továbbra is megállja a helyét, de hát ez viszonylag ugye egy közös halmazt képez például az alacsony FODMAP étrenddel, hogy a bélgombák szaporodásához is a leginkább az egyszínű cukrok az ideálisak, élén ugye a fruktózzal, azaz a gyümölcscukorral, és adott esetben ugye a laktózzal, azaz a tejcukorral. Tulajdonképpen az alkoholos italaink így készülnek, bélgombákhoz hasonló gombák ugye erjesztenek bizonyos egyszerű cukrokat, vagy ugye a kefir gomba segítségével, ami ugye a tejcukorból előállítja azt az egyén megsajnodott terméket. Nagyon nehéz vizsgálatokat javasolni ugye a bélgombák beleértve a kandida tekintetében, hiszen bizonyos bélgombák a normál egészséges bélfogának is meghatározott mértékben részei. Emésztési panaszokat, mint például a krónikus puffadást, azt ugye már valamilyen bél-diszbiózis van belül, mondjuk egy ilyen gombás, úgynevezett bélmikózis okozhat. A legegyértelműbb megközelítés, ugye most túl azon, hogy különben léteznek speciális vizeletvizsgálatok, és a vizelet mintából látjuk azt, hogy van-e valamilyen konkrét
bélgomba probléma az emésztőrendszer tekintetében, ilyen például a D-arabinitolnak a vizsgálata a vizeletben, és ehhez hasonló szerves savaknak a vizsgálata. Hogyha egy konkrét példát nézzük, amivel véleményem szerint a legegyértelműbben ezt a problémakört el lehet különíteni, az úgy néz ki, hogy jellemző a krónikus puffadás, ami megfelelő étrendváltás hatására sem enyhül megfelelőképpen. Tehát mondjuk, hogyha az egyszerű cukrokat élén, ugye a gyümölcscukorral már mérsékeltük, lecsökkentettük, akkor léteznek legegyszerűbben, mert már összetettebb készítmények is vannak, hogyha például az aktív szenet kipróbáljuk. Itt nem folyamatos aktív szén szedésről beszélgetünk, hanem egy olyasmi, mint egy aktív szén teszt. Hogyha beszedjük az aktív szént, akár csak egy-egy nap, a nap valamely szakaszában, hogy az aktív szént mindentől el kell különíteni, mert a gyógynövényeknek vagy nyomelemeknek a felszívódását, hatékonyságát, hasznosulását is nyilvánvalóan megakadályozza. De ha az aktív szén érezhetően csökkenti a puffadásos jellegű panaszainkat, beleértve ugye ehhez kapcsolódó akár a vérgázokat, akkor egy bizonyos szempontból borítékolható, hogy valamit a bélgombák ellen még tenni kell. Ez nem a legegyszerűbb megközelítés, de ha kicsit visszaugrunk ugye a mondani valamnak az elejére, akkor általános emésztetlenség, nyilván hosszas antibiotikum szedésen túl, ami mindig egy jó táptalaj a bélgombák szaporodásának, ugye az antibiotikumok használata, mert ugye azokat a baktériumokat is elpusztítják, amik a bélgombákat tartották valamennyire természetesen mondom kordában. Tehát visszamegyünk az eredeti problémákra, és megpróbáljuk az általános emésztetlenséget első körben orvosolni, akkor az aktív szén kipróbálásán túl járható út lehet valamilyen kombinált emésztőenzim készítménynek a használata, ami nem csak hasnyálmirigy enzimeket, például a sertés hasnyálmirigy kivonatot, hanem adott esetben valamilyen ilyen fermentációs folyamatban előállított bakteriális emésztőenzimeket is tartalmaz. Ilyeneket nem egyszerű idehaza beszerezni, mert ugye sertés hasnyálmirigy kivonatok vannak, ezeket reklámozzák karácsonykor a tévében is. Kombinált készítmények közül például a partnercégeinkhez kapcsolódóan emésztőrendszeri fórumestén is ugye érintjük ezeket. A NAO nevű termék családok belül egy példa, a Superenzymes-nek nevezett készítmény, vagy valami, ami ahhoz hasonló. Léteznek már, találkoztunk már amúgy olyan aktív szén készítményekkel is, amik emésztőenzimeket, mert például gyömbér kivonatot tartalmaznak ugye a bélmozgás és az emésztés segítésére, nem csak a puffadás vonatkozásában. Tehát általános emésztetlenség megoldására kombinált emésztőenzim készítmények, ami nem csak sertés hasnyálmirigy kivonatot, azaz pankreatint tartalmaz. A másik nem csak az antibiotikum kúrák miatt, hogy megpróbáljuk ugye pre- és probiotikumok segítségével a bélfalának az egyensúlyát helyreállítani. Prebiotikumok azok lehetnek adott esetben, csak egy példát mondok, mondjuk a pektin készítmények, citruspektin, almapektin, amik ugye egyfajta ilyen szelektív rostként ide kapcsolódóan funkcionálnak, ugye ezek gyümölcscukrot nem tartalmaznak. És más körülmények között meg probiotikus készítmények, véleményünk szerint ezekben az esetekben is, főleg, hogyha ugye puffadással együtt járó panaszok vannak, ne adj Isten adott esetben mondjuk székrekedéssel együtt, ami ilyenkor nem ritka, akkor vékony bélben ható szimbiotikumok, mint például a prescriptasisnek a használata első körben, ami javallott, és a későbbiek folyamán más, normál, egyszerű, talán valamivel könnyebben beszerezhető probiotikumok. A probiotikumok között annyiban lennék én most itt specifikus, hogyha valakit ez a téma érint, hogy bélgombás, vagy esetekben, vagy ennek a gyanújánál érdemes továbbra is úgynevezett D-laktátmentes probiotikumot választani, tehát itt továbbra sem a rostokról, hanem a baktériumokról beszélünk. Tehát D-laktátmentes probiotikumot, amik ugye általában bizonyos laktobacillus törzseket nem tartalmaznak, és nem tejszálmazékokon fermentálják őket, mert az még pluszban sokat segíthet. Léteznek Magyarországon is
forgalomban ilyen úgynevezett D-laktátmentes probiotikumok, ezek az esetekben speciálisan az előbb említett Prescript Assistant felül, vagy ezt kúrszerűen felváltva használva. Jó, tehát krónikus puffadás esetében, főleg amit az aktív szén teszt szerint kipróbálása enyhít, laborvizsgálatok nélkül ott mondhatjuk azt, hogy valóban a bélgombákra lehet gyanakodni, de mondjuk hölgyek esetében nyilvánvalóan, hogyha fülyen folyamatos gombás hüvelyfertőzés van a háttérben, az önmagában azt jelentheti, hogy valamilyen emésztőrendszeri gombásodás is jellemző lehet, hiszen a hüvelyflóra meg a vastag bélflóra az kapcsolatban áll egymással, és nyilván a problémák kéz a kézben járnak. Jó, ez is nyilván egy olyan konkrét téma, amit van részletesebben az egész rendszert érintve említünk, de úgy gondolom, hogy ebben a pár percben ezt igyekeztem most egészen jól kivesézni. Akit pedig érdekel, akár szerves sav vizelet vizsgálatok kapcsán érdekel, tehát ezek mondjuk speciális napokban készülnek el, de az előbb említett mondjuk D-arabinitól egy ilyen vizsgálat lehet, hogyha valaki házi feladat képtelenek, utána szeretne nézni. Jó, én köszönöm már is a figyelmeteket, reméljük, hogy ezek nehezemesztési panaszoknál most is tudtunk valamilyen irányvonalat mutatni. Sziasztok!